Itt van Thomas, és a mai nap az igazából pakolással és efféle földi jóságokkal fog telni. Hogy pontosan mit fogunk pakolni, az mindjárt kiderül. Szia! Mondjad, pápá! Szia! Bármilyen fizikai munka előtt célszerű bemelegíteni. Most éppen ez van folyamatban, úgyhogy apró cseprő dolgokat pakolgatunk. Mondjuk nem egy olyan nehezek, de nem is a könnyű kategória, mivel ilyen vas szerkezeteket kell emelgetni, de ezt betudhatjuk a bemelegítő körnek. Itt van ez a szép kamion. Egy konténer, még egy konténer. Ezt a két konténert kell lepakoljuk be az udvarba. És a pakolás, akkor a pakolás nem maradhat el harci sebek nélkül. Nézzétek csak, hogy mit szereztem. Nem tudom, mennyire látszik. Ott Bibis. Fú, gyerekek, meg kell mondjam, hogy k***ot meleg van. Fáj a kezem. Vannak itt egy falak. Ádám, idegessél! Van itt alatt egy létre. A hullám alá kívül jöhet minden. Jó, figyelj csak, van a létre, beljebb ilyen fa. Figyelj csak, itt a két hullám között. Itt van Ádám, nagyon jól érzi magát a kamionnak a tetejét. Ádám, nincs ott meleged? Hát egy kicsit. Ez a pisomon a drága, nem úgy? Tessék? Ez mi is pisomon a drága? Állom, most ki van szakadva hátul amúgy? Tudom, az a jó, mert legalább szellőzi. Hát itt fönn megbolondulnék, ha nem szellőzne. A következő a szituáció. Azok a konténerek, ami most a kamionon van, most itt a hátam mögött lévő daruval le lesznek emelve. Az egyik erre az utánfutóra fog kerülni, a másik meg a végleges helyére, be az udvarba. Ez most elég mókás lesz ez a daruzás. Még soha életemben nem vettem részt ilyen darus munkálatokban, szerintem egy élmény lesz. Már az apró lánc, ez semmi. Csinálja, színusz, csinálja neki. Na, tiéd is fáj. Most már sérülés, tesók lett. De egy hülye állat vagy. Na, még egyszer. Megvan az első konténer, ideiglenesen most le van ide rakva oldalra, ki kell pakolni belőle, mert egy picit nehéz, hát nehéz. 7,2 tonna. Hát én azt tudom, ugye hát itt tudod elmondani. Ádám az bármikor arré pakolja. Bármikor vagy akármikor. Most jön az legérdekesebb dolog, amikor az utolsó konténert le kell emelni innen a kamionról, ami ott van Tamásnak a hátam, nem a hátam mögött, hanem előtte van, de így, hogyha felemelem, akkor meglátjátok. Ott van a kamionon rajta, és ide fog majd, ahol most ők itt állnak, oda fogjuk majd lerakni ezt a konténert. We'll be right back.
9.48. Végül is a helyére került ez a büdös nagy konténer, de meg kell mondjam, gyerekek, én nagyon-nagyon-nagyon elfáradtam. És a probléma csak az a baj, mindjárt megmondom, hogy mi a baj. Az a baj, hogy ki kellett pakoljunk a konténerből, és most jelen pillanatban... Szántam rá, négy ember szántam egy... Ennyi cucc van kint, szabad ég alatt, amit még be kell pakoljunk. Egy 11-re jött a daru. Itt van Gabi, csak a csomag nincs itt, úgyhogy ma megint nem fogjuk tudni kibontani a csomagot. Jó régóta volt már, amikor ennyire elfáradtam. Úgyhogy szerintem én itt be is fejezem már a mai vlogot. Alig lettem kozos. Tényleg, csak picikét vagyok kozos. Egyébként ez nem zokni, csak tiszta lábam. Ilyen az, amikor az ember dolgozik. Kemény fizikai munkát a tűző napon.